Egy férfi. Ted O'Malley komoly vádakat közölt. Milyen vádakat? Hogy önben és minden emberben van egy DNS részlet, ami a tudtán kívül került oda. De hát hogyan? Nos, ez most a nagy kérdés. Ez egy holdkoros az internetről, nem mondja, hogy hisz neki. Nyugalom, Einstein ügynök, egy tudóssal beszél. Bocsánat, társigazgató, érzéketlennek tűnhet, de már a felvetés is egyszerű mese. Csak azt mondom, Einstein ügynök, hogy a tényeket, melyekről tudok, nem lehet semmibe venni. Senkinek sincs joga, sem képessége, hogy babráljon a DNS-sel. Ha csak nem mi adtuk a kezébe. Azt mondja, átírták a DNS-ünket, hogy leállítsák az immunrendszerünket, úgyhogy hozzáadtak valamit a DNS-hez. Igen, de azt nem tudom, hogy hogyan. Vagy hogy mi váltja ki ezt? Sajnos azt sem tudom. És miért most történik? Nos, zavaros az egész. Gondolja végig. Az immunrendszer leállítása bonyolult biológiai folyamat. Az kell hozzá, hogy eltűnjön valami a genomból, nem az, hogy bővüljön valahogy. De mégis mit tehetnénk? Most gyorsnak kell lennünk. Ebben igaza volt. De a többinél tévedtem. Nem tudtam, mi a kiváltó ok. Nagy hiba volt. Az világos, hogy az immunrendszer elégtelen működése okozza. A génjeink miatt. Egy vírus a víruson belül, amit a himlőoltással terjesztettek. Ők csak úgy nevezik a spártai vírus. Rá kell jönnünk valahogy. Miért hibás az eljárás? Tehát... A spártai vírus eltávolítja az adenozin dehanimáz enzimet a DNS-ből, és az enzim nélkül az immunrendszer egyszerűen eltűnik. Jó, de én nem vagyok beteg. Az csak időkérdése. Idegen DNS nélkül nincs esélye a spártai vírus ellen. Rendben, és hogy működik? Hogy távolítja el a vírus azt az enzimet? A folyamat neve CRISPR-Cas. CRISPR-Cas9. Egy RNS és egy protein megadott helyen vágja el a géneket. Pontosan, és ez esetben fegyverként működik. Mivel fenyegette meg Monika? A végső fegyverrel. Azt mondta, kiirthatja a bolygót. Megölhet mindenkit, akit akar. A DNS-ünk módosításával. Génmanipulációval. Miért tették ezt, és miért titkolták el? A saját kormányuk. Számukra magától értetődő a hazugság, a program része. A Tuskegee kísérletek a 30-as években, Henrietta Lacks... De hát mi a céljuk ezzel? Azt még nem tudjuk. De nem nehéz elképzelni. Egy kormány, mely titkolja, gyűjti az idegen technológiát már 70 éve, emberéletek és a föld jövője árán is. Őket nem csupán a kapzsiság hajtja, hanem valami sötétebb cél. Amerika elfoglalása. Majd az egész bolygójé. Nem számít, milyen áron, legyen az erőszakos, gonosz vagy hatékony. Szárasságokkal, időjárás befolyásolással, melyet titkos légszennyező anyagokkal és elektromágneses besugárzással érnek el. Örökös hadi készültségben, a lakosságot mesterségesen gerjesztett konfliktusokkal elkábítva, feltüzelve, a polgárokat a hazafias törvény és a nemzetbiztonsági felhatalmazási törvény segítségével, mely az alkotmányt is korlátozza a nemzetbiztonság nevében, a hazájukban rabszolgává téve. A rendőrség militarizálásával az ország minden városában. A szövetségi vészhelyzetkezelési ügynökség börtöntáborainak építésével, melynek célja ismeretlen. Az élelmiszer, agrár és gyógyszeripar az egészségügy, sőt, akár a teljes hadsereg átvételével, a lakosság továbbhízlalásával, butításával és gyengítésével, melyet már most elvakít a konzumizmus. Azt mondom, hogy vásároljanak többet? Egy kormány, mely lehallgat, adatokat gyűjt és tudja, hol tartózkodnak, persze büntetlenül. Mely készen áll rá, hogy mindezt felhasználja maguk ellen, mikor elkezdődik a végső hatalomátvétel. Amerika elfoglalása. Egy olajozottan működő, fegyveres, nemzetközi elitcsoport által, ami jön, gyilkol és leigáz. És mindez jelenleg is zajlik. Az egész ország területén. Csak várjuk a végső jelet. Valószínűleg pénteken kezdődik majd. A bankok rendkívüli karbantartást indítanak, és hétvégére leállítják a rendszereiket. Eltűnik a pénz a számlákról. Ellophatják a pénzünket. Majd taktikai elektromágneses bombákat robbantanak, hogy kiüssék az elektromos hálózatokat. Azt mondják, majd Amerikát megtámadták, a terroristák vagy az oroszok. Vagy UFO inváziót szimulálnak a már elkészült és használatban lévő titkos flottával. Amerikát megtámadják az idegenek? Az oroszok 47-ben megpróbálták.